A kőbányai egészségház építésével áldatlan viszonyok orvoslása történik, és mindez a legelső lépés a fővárosi kórházakat megújító Budapest programban. Ónodi Szűcs Zoltán államtitkár a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy bár járóbeteg intézmény építése eredetileg nem volt a programban, mégis hogyan került bele a kőbányai építkezés. Milyen a sors? Miközben a Budapest projekt bőszen terveződött, aközben jött egy képviselő, aki kellően vehemens volt a tekintetben, hogy az akkori jogszabály nem tett lehetőséget arra, hogy szakemberekben gondolkozzon, csak kórházakra ad lehetőséget, és jött Révész Máriusz, aki ezt nem akarta elfogadni, hanem megpróbálta kilobbizni, hogy az ő választókerületében ezt megelőzően, mielőtt elindulna maga a teljes Budapest program, előtte egy szakrendelői beruházás megtörténhessen, úgyhogy annak az örömteli percnek lehetünk most tulajdonképpen a szemtanú, hogy be kell jelentenem, hogy a Budapest programon belül a legelső beruházás az itt fog ebben a kerületben és ebben a kórházban megvalósulni. Ennek az összegéről én most nem akarok beszélni, mert majd elmondják a kollégáim. Azt szeretném csak közölni mindenkivel, hogy ez egy nagyon hosszú út legelső mérföldköve, és én nagyon remélem, hogy nagyon sokszor fogunk még találkozni. Az ügyben eljáró Révész Máriusz egy olyan levéllel fordult Orbán Viktor kormányfőhöz, amelyet dr. György István fővárosi kormány megbízottal, Kőbánya korábbi polgármesterével, és Kovács Roberttel a város jelenlegi polgármesterével írtak az egészségház miatt. Szerencsére az, az igazság, hogy a miniszterelnök úrhoz, mikor mentem ezzel a kéréssel, nem kellett sokat győzködni, mert kiderült, hogy 30 éve valamikor ide járt az egészségházba, talán fogászatra vagy sportorvoshoz. Biztosítottam róla, hogy 30 év alatt az az állapot, amire ő emlékszik, az csak sokat romlott. Úgyhogy biztatott, hogy forduljak az egészségügyi államtitkársághoz, és több találkozót, tárgyalást szerveztünk, és sikerült gyakorlatilag megegyezni abban, amit itt építeni fogunk. Egyébként az egész az úgy kezdődött, egy fontos lépést kiadtam, hogy György István kormány megbízott úrral és Kovács Robert polgármester úrral egy levelet írtunk miniszterelnök úrnak és államtitkár úrnak, és ezzel a levéllel próbáltam házalni, hogy valamit itt most már mindenképpen tenni kell a kőbányai lakosok érdekében. Az egyeztetés az sikeres volt, és az a döntés született, hogy pontosabban három lehetőséget vizsgáltunk meg. Felújítsuk a régi épületet, itt a kórház területén építsünk egy újat, illetve a kőbányai önkormányzat felajánlott egy telket. Végül minden szempontot figyelembe véve az a döntés született, hogy a kórház területén a legcélszerűbb felépíteni az új egészségházat, mégpedig azért, mert a kórháznak is számos problémája van, tehát az sem egy 21. századi állapot, hogy a kórházi szakrendelésekre bejáró emberek azokon a folyosókon várakoznak, ahol egyébként a súlyos betegek fekszenek a szobákban, és ez az intézmény ez ezt a problémát is kezelni fogja. Tehát itt a kőbányaiak, amit a mai napon fognak kapni, az nem csak egy új egészségház, hanem gyakorlatilag a kórházi ellátásnak a színvonala is jelentősen emelkedni fog, és a kormány erre 3,8 milliárd forintot biztosította a költségvetésében. Meg kell mondjam, hogy amikor először kezdtünk tárgyalni erről az intézményről, akkor még sokkal kisebb összegről volt szó, de mindent sikerült belepakolni, úgyhogy azt kell mondjam, hogy a kőbányai lakosok, és nyilván ezt 17. meg az agglomerációban is sokan fogják érezni ennek a hatását, egy rendkívül jó színvonalú, magas színvonalú ellátásban részesülnek, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy azokhoz a beruházásokhoz, amit a kőbányai önkormányzat saját erőből megvalósított, azokhoz a beruházásokból, amit a fővárosi önkormányzattal együttműködve valósított meg, most egy nagyon fontos olyan beruházás fog társulni, amelyet a kőbányai önkormányzat külső támogatásával, de a kormány fog a kőbányai lakosok érdekében itt ebben a kerületben megvalósítani, és azt hiszem, hogy ha ez az egészségház ez felépül, akkor a kőbányai lakosok életszínvonala az tényleg szinte minden tekintetben a sportolási lehetőségtől az oktatáson át egészen az egészségügyig az 21. századi színvonal lesz. Az új egészségház olyan kőbányai városfejlesztési beruházások sorát bővíti, amelyeket korábban főpolgármester helyettesként is támogatott György István, a főváros jelenlegi kormány megbízottja. Természetesen azért vagyunk itt, hogy együtt örüljünk ennek a beruházásnak,
ennek a járóbeteg szakellátó új épületnek, épületegyüttesnek a felépülését jelentjük be itt ma. Szeretném azt is elmondani önöknek, hogy rendszeresen találkozunk polgármester úrral, alpolgármester úrral, Révész Merész országgyűlési képviselő úrral is, hogy az önkormányzat fejlesztéseit hogyan tudjuk mi segíteni, Máriusz a parlamentben. Én a mostani pozíciómnál fogva, ha találunk olyan lehetőséget, természetesen én is igyekszem mindenben segítségre lenni. Volt egy olyan létkorszakunk is, amikor 2010 és 14 között főpolgármester helyettesként Tarlós István mellett dolgoztam, és ebben az időszakban is 15 milliárd forint érkezett Kőbányára. Ha végignézik a Körösi csomóutat, a új villamospályát, az új villamosokat, és nagyon sok egyéb más fejlesztést, akkor valóban, ha valaki a szívére teszi a kezét és igazságos, akkor azt kell, hogy mondja, hogy Révész Máriusz szavai azok a valóságot mondták, hiszen nagyon nagy fejlődés sem ment keresztül az elmúlt években Kőbánya, és ennek egy nagyon fontos állomása ez a mai nap, hiszen az, hogy Kőbánya egy élhető városrész legyen, és az épített környezete fejlődjön, amellett a szolgáltatásainak is biztosítani kell a megfelelő infrastruktúrát, és nagyon sok, nagyon fontos beruházás történt, és fog történni kerületben, amiről talán pár szót Kovács Róbert polgármester úr is fog szólni, közel 100 milliárdos fejlesztésről, ami a kerületet érinti, de a primus inter pares az az, hogy a lakossági ellátásnak a színvonalát, annak az infrastruktúráját megfelelő állapotba tudjuk hozni. A sajtótájékoztatón folyamatosan hangsúlyt kapott az, hogy együttműködés nélkül nem sikerült volna elérni a beruházási döntést. Erre utalt Kovács Róbert Kőbánya polgármestere is. Ez az együttműködés él a fővárosi önkormányzattal, él a kormányzattal, utalt rá dr. György István, hogy milyen fejlesztéseknek nézünk elébe. A Mázsa téren a terveink szerint épülni fog egy új uszoda és egy sportcsarnok, a Hung Expo területén egy új kongresszusi központ, indulnak a népligeti fejlesztések, és kérem, hogy senki ne szűkítse Fradi városra, mert teljes népliget szabályozásban gondolkodunk. A Rákospatak mentén csak Kőbányán hiányzik az a szakasz, amely egy korszerű kerékpárutat jelenthet egészen Gödöllőtől a Dunáig. 2,5 milliárdos fejlesztés indul itt 5 kerület főváros összefogásával. Tehát lehet sorolni hosszan azokat a fejlesztéseket, amelyek a kőbányai imidzst kicsit oldani fogják, változtatni fogják. Mi mindannyian tudjuk, hogy Kőbánya egy nagyon színes, jól élhető kerület, de szeretnénk, hogyha mások is megértenék, elfogadnák. Biztos, hogy a mostani fejlesztés, amihez az önkormányzat egyébként egy telek biztosításával fog hozzájárulni, hiszen a környéken a parkolás kérdéseit is rendezni kell. Az önkormányzat egy telket ad át erre a célra, tehát ott nagyon sok parkolóhelyet fogunk kialakítani, ami nem csak a járóbetegellátás helyzetét, hanem a fekvőbetegellátásnál mutatkozó anomáliákat is orvosolni fogja a környéken. Tehát az önkormányzat így módon is igyekszik mindezt támogatni. Én köszönöm mindenkinek, aki partner ebben, a sikeres fejlesztésért dolgozunk tovább együtt közösen. Az új egészségháznak otthont adó Bajcsi Kórház főigazgató főorvosa dr. Bodnár Attila számára is évtizedek óta sürgetett fordulat, hogy a beruházással javulnak az ellátási területükön élő több mint 2 millió ember lehetőségei a szakellátásra. Ugye a járóbeteg szakellátás fejlesztése, 27 éve vagyok a szakmában, pont a rendszerváltás idejében kaptam meg a diplomámat 1990-ben. És ugye mindig szóba került, és mindig én is minden szakmai fórumon támogattam, de megint csak az utóbbi néhány évben lehet azt érezni, hogy ebben komoly fejlődés és előrelépés van, és ezt az egészségügyi kormányzat nagyon-nagyon komolyan veszi. Ugyanígy az egynapos ellátás, ami gyakorlatilag ma már a harmadik lába az egészségügyi ellátórendszernek, egy új láb, gyakorlatilag, ami szintén a beteg számára rendkívül kedvező, egy rövid bentfekvést jelent, és rendkívül költséghatékony, és óriási betegbiztonságot nyújt. Ezek mind-mind itt a Bajcsi Kórházban megtalálható ellátási formák, és egyébként az egynapos műtétekből országos szinten arányaiban a kórházunk végzi a legtöbbet.
De azt gondolom, hogy az, hogy a valóban leromlott állapotú, de csak infrastruktúrálisan és nem szakmailag leromlott állapotú szakrendelő beköltözhet, ez egy óriási lépés. A csaknem 4 milliárd forintos beruházás tervezését követően évvégén kezdik az építkezést, és a cél, hogy jövő év végére, tehát 2018-ban megkezdhesse működését Kőbánya új egészségháza a Bajcsiban.